Szó szerint mindennapossá vált a tornaóra a sárospataki iskolákban. Az oktatási törvény szerint szeptembertől minden nap kell testnevelés órát tartani 1., 5. és 9. osztályban. A heti 5 óra 5 napon való szétosztása sok nehézségbe ütközik már most is. A felmenőrendszerben pedig a többi osztály becsatlakozása még több gondot okoz majd. A gyerekek nagy mozgásigényük miatt örülnek, az intézményvezetőknek, testnevelőknek azonban komoly fejtörést okoz az új követelmény. Főleg, hogy sok még a tisztázatlan kérdés. Nem elég egyértelmű az, hogy mely foglalkozási körök tartoznak bele, fogadható el a mindennapos testnevelés mozgás körébe. Ennek még egy picit tisztulnia kell, de mindenki úgy gondolom, hogy pozitívan fogadta annak lehetőségét, hogy a gyerekek egy plusz és szabályozott időkeretben foglalkozhatnak a testnevelésekkel. A Sárospatakon és térségében dolgozó testnevelő tanárok hagyományos tanévelei egyeztetésén az is szóba került, hogy ugyan a kapacitás hiánnyal küszködő iskolákban az órák tömbösítése megoldás lehet, ám ennek szabályozása sem egyértelmű. Nem tudni például, hogy tömbösítésnek számít-e, ha egy napon, de nem egymás után van két testnevelés óra megtartva. Az ülésen a Magyar Diák Sportszövetség hivatalos sportágai is napirendre kerültek. Több sportág ugyanis nem rendelkezik a szövetség versenyein való részvételhez szükséges licenszerződéssel. Ezek pótlásáig viszont ezekben a sportágokban nem indulhatnak a versenyzők a Diákolimpián. Van úgynevezett vonal fölötti sportágok, amelyekben mi teljes jogkörrel és minden versenyt megrendezünk. Természetesen itt minden esetben a szövetségek besegítenek ezeknek a versenyeknek a rendezésében. Ezek az alapsportágok, és vannak úgynevezett vonal alatti sportágok, amelyek kérhetik a licensz szerződés által a Magyar Diásport címet. A Diák Olimpia általános és középiskolás résztvevőinek első körben a körzeti versenyeket rendezték meg. Ezek után következnek a megyei elődöntők. A legnépszerűbb sportok a labdarúgás, az atlétika, az úszás és a sakk. Más sportokban kevesebb versenyző indult, amit okozhat a kevés gyerek és testnevelő tanár, illetve a nem megfelelő felszereltségű tornatermek is. Az országos szintű rendezvény azonban arra is jó, hogy elősegítse a változásokat. A Magyar Diák Sportszövetség minden lehetőséget biztosítani szeretne az utánpótlást jelentő fiatal sportolók számára. Honlapjukon élő közvetítés is segíti a lelkes szurkolókat.